hétvégén még jég is esett Keszthelyen. Az elmúlt 5 napban 46 mm csapadék hullott a városban. Ez meghaladja az átlag április havi csapadék összeget. Tavasszal nekünk az ideális vízszint, amikor már ez a deszka is vízben van. Megfelelő, de nem ideális a Balaton vízállása. A tó vízgyűjtő területén nagyon jól jött a csapadék. A magyar tenger vízállása 5 cm-t emelkedett. Április 18-án 110 cm-t mutatott az átlagmérce. Még körülbelül 15 cm hiányzik a vitorlázók szerint. Hogyha ez esetleg még sikerülne, hogy még május közepéig ez még feltöltődik, akkor biztosan, hogy jó reménységgel várhatjuk a nyarat, illetve a kora őszt, és nem lesznek problémák a kikötők bejáratánál a hajók közlekedésével. Azonban, hogyha ez nem emelkedik tovább, hanem csak csökken, akkor lehet, hogy az idén is még lesznek problémák bizonyos helyeken, ahol sekélyebb a víz, és a hajók esetleg nem fognak tudni elmenni. A vitorlázók tavaly sok nehézséggel szembesültek. Ősszel 60 cm körül volt a vízszint, a mélyebb merülésű hajók többször fennakadtak a sekély részeken. A május elejétől kívánatos átlagos vízszint maximum 120 cm plusz-minusz 5%. Ha ez meg lesz, és nem lesz extrém száraz a nyár, akkor jó hajós szezon lehet. Szépen virágzik a repce ezen a keszthelyi táblán. Az őszi vetéseknek jól jött a sok eső, azonban a gazdáknak oda kell figyelni az ilyenkor könnyen megjelenő gombabetegségekre. A tavaszi vetéseknél viszont baj van. A gazdák nem tudnak dolgozni a felázott talajon. Mi 2022. április 18-19-én úgy visszanéztük, és körülbelül egy 8500 hektár tavaszi vetést jeleztek a gazdák. Idén ez a mai napig csak 2500 hektár, tehát töredéke a tavainak, úgyhogy látszik az, hogy csúszásban vagyunk, és főként az időjárás miatt. A vizes talaj miatt az elkövetkező napokban biztos nem tudják elvégezni a talaj előkészítő munkákat a megye gazdálkodói. Zalában 50 ezer hektárt kell most megművelni a tavaszi növények vetéséhez. Nem Zala kapta a legtöbb égi áldást az elmúlt napokban, Sopron környékén még több eső esett. Az ország más területeihez képest jelentős volt a térségben az esőzés. A Tiszántúlon például van olyan terület, ahol az elmúlt egy héten mindössze 2-3 mm eső esett.